Egy héttel ezelőtt újra útjára indult a Virtuózok. Az évadnyitó adásban tinédzserek mutatták meg tudásukat a zsűri előtt. Mi lenne, ha két heget mutatnak? Egészen különleges előadásokat láthatott a zsűri és a közönség. Az adás fináléja pedig igazán drámai lett. Történt valami, mégpedig az, hogy valaki visszalépett. És nagyon szívesen látnánk. Mégiscsak. Gratulálok! A 9 továbbjutó tini már is megkezdte a felkészülést az elődöntőre, ahol kamarazenekari kísérettel adhatnak majd elő egy újabb zeneművet. Most következzenek a legkisebbek, hasonlóan figyelemre méltó tehetséggel. Indul a kicsik korcsoportjának válogatója. Ez a Virtuózok, ahol a klasszikus tehetség számít. Színpadon a Virtuózok két műsorvezetője, Koltai Anna és Bősze Ádám. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Virtuózok, Magyarország egyetlen komoly zenei tehetségkutató műsorának harmadik évada. Jó estét kívánok én is mindenkinek! Ismét arra vállalkoztunk, hogy felkutassuk és megmutassuk önöknek azokat az ifjú tehetségeket, akiknek hangszeres vagy éppen énekes tudása figyelemre méltó. Az idei mintegy 2000 jelentkező közül ma este a kicsik legjobbjai állnak majd színpadra. Én már nagyon várom őket. És természetesen, mint mindig, ma is egy kiváló profi szakmai zsűri ítéli meg a produkciókat. Ismerjük meg őket! Ha kell, kritizál, ha kell, inspirál. Opera fesztiválok lelke, aki a kortárs és a klasszikus zenében egyaránt megtalálja a szépséget. Fontos számára a kapcsolat a legfiatalabb generáció és a komoly zene között. Az Operaház első karmestere, Liszt-díjas érdemes művész, Kesselyák Gergely. Az egyetlen magyar művész, aki egy Stradivari cselló szolgálója és őrzője. Mindennél előbb helyezi a zenei mondanivaló és a zeneszerző gondolatainak megértését és közvetítését. A világ legígéretesebb fiatal zenészének járó díj tulajdonosa, számtalan nemzetközi versenynyertese, Liszt-díjas cselló művész, Várdai István. Sportolónak készült, de végül a világ leghíresebb operaházainak állandó fellépője lett. Aki a fegyelmezett zenészek világában és a Virtuózokban is évről évre a szívével hozza meg a legfontosabb döntéseket. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, Miklós Erika. Hitvallása, hogy a zene csakis a lélek legmélyebb, legőszintébb érzelmeiből születhet meg. A maradandó értéket, a zene iránti igényességet és alázatot mindennél fontosabbnak tartja. És ezt várja a versenyzőktől is. Liszt Ferenc és Prima díjas zongoraművész, Balázs János. Ő az a zsűritag, aki mindent tud a zene történetéről. A hangokról, a stílusokról, a művészekről és azokról a lépcsőkről, melyek a világ legismertebb színpadjaira vezethetnek. Széchenyi díjas zenetörténész, egyetemi tanár, Batta András. Öt művész, öt zsűritag, öt inspiráció. A Virtuózokban ők döntenek a versenyzők sorsáról. Múlt heti adásunkban a Virtuóz Teenager tehetségek mellett két új zsűritag is bemutatkozott, parázs vita folyt. Hogy éreztétek magatokat Virtuóz zsűriként, János? Nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen hihetetlen sok tehetséget hallhattunk, és ilyenkor nyilvánvalóan nagyon sokfajta vélemény alakul ki a zsűriben, de úgy érzem, hogy sikerült kiválasztani a legtehetségesebbeket, akik majd tovább jutnak, és hallhatjuk még őket. Köszönöm. István, te is ugyanezen a véleményen vagy? Végeredményben csatlakozom Jancsihoz. Mindig felmerülnek kérdőjelek, amik aztán utána az embert nyomasztják tovább. De hát ezt vállaltuk, ez a felelősségünk, és szerintem azért sikerült egy nagyon jó válogatást összehozni, és nagyon nagy szerencsénk volt, hogy ilyen erős mezőny volt. Már az első adás is bővelkedett felemelő, vagy éppen megindító pillanatokban. Erika, neked a női megérzéseidre kellett hagyatkoznod. Mennyire tudtad meggyőzni a fiúkat? Egyelőre a fiúkra ez a női megérzés dolog nem ragadt át, de nagyon remélem, hogy azért ezután a múltkori parázsvitánk után egyre jobban hinni fognak abban, hogy ez a megérzés, ez az érzés, ami bennünk megvan, az mennyire fontos.
Köszönjük szépen! A virtuózok szabályai az előző évadokhoz képest jelentősen nem változtak, ettől függetlenül most idézzük fel, hogyan is zajlik a fiatal komoly zenei tehetségek versenye. A virtuózokban idén is három korcsoportban mutatják meg a fiatalok hangszeres vagy éppen énektudásukat. Az első három válogató végén 9-9 fiatal tehetség jut tovább. Közülük öten akár úgy, hogy a zsűri egy-egy tagja átadja nekik az azonnali továbbjutást jelentő hegedűt. Ha valaki nem kap ilyet, az abban reménykedhet, hogy a zsűri tagok választása mégis ráesik majd a nap végén. A szakemberek hosszas mérlegelés vagy akár vita után döntik el, kit szeretnének újra meghallgatni az elődöntőben. De most már jöjjenek a gyerekek, akik nagyon édesek és tehetségesek egyszerre. A hangszerek behangolva, a zsűri készen áll, szerintem Anna ne feszítsük tovább a húrt. Induljon a produkciók sora, hölgyeim és uraim, kezdődjék a Virtuózok harmadik évadának második adása. A 2017-es Virtuózokba több mint 2000-en jelentkeztek. A legtöbben természetesen Magyarországról, de a határon túli magyar területeken kívül Angliából, Spanyolországból és Németországból is jöttek zenei pályára készülő gyerekek. A Virtuózok stúdiójába azonban már csak a legígéretesebb tehetségek kaptak meghívást. Nagyon jó vagy! Csókolom, jó estét! Kedves vonós barátom, hogy vagy? Köszönöm szépen, jól vagyok. Hogy hívnak? Abdelhafez Yehia vagyok, és Budaörsről érkeztem. És mit játszol a hegedűn? Paganini Cantabile Waltz című darabot fogom előadni. Régóta hegedülsz már? Ez a hetedik év, igen. Jaj, de jó. Akkor ez igazi barátod már a hangszer, igaz? Igen. Akkor játszotok egyet. Határozott típus, Yehia? Igen, igen. Vezéregyéniség és nagyon független, nagyon erős egyéniség. Az látszik a színpadon is. Igen. Annyira szép pillanatokat okoztál, tényleg, és így a végén nem is értettem ezt a kis arc mimikát, mert gyönyörű pillanatokat élhettünk át ez alatt, a pár perc alatt. Minden az első előttitől az utolsó utáni pillanatig rendben volt. Gratulálok. Kis gyöngyszem. Igen. És játszott végig, úgy játszott, igen. Tényleg, mint egy játékkal. De az, hogy tudás szomja van, igen. Azt lesült róla, és ez érződik a játékában is. Ligabor Szercsú vagyok, Budaörsre jöttem, és 13 éves vagyok. Apukám olasz, és anyukám magyar.
Ne tologasd, hanem tessék megnyitni. A Weiner Leó zeneiskolában tanulok. A tanárom Kis András. Nála tanulok már több mint 5 éve trombitát. Ne csak dallamot játsszál, ne csak hangokat játsszál, hanem zenét tedd oda szépen. Úgy érezd, hogy tenyeredbe fogod a szívüket. Nem tudom, hogy merre visz az út, hogy, de mindenképpen a trombitával szeretném folytatni. Szia, Isten hozott téged a Virtuózok színpadán. Mit fogunk tőled hallani? Telemann F-dur szonátájának második és első tételét. És mióta tanulsz trombitálni? 5 éve lassan. Telemann szonáta, tiéd a színpad. Hallgatunk szeretettel. Mint hogy egy ilyen meleg, puha lélek gombolc menne azon a csövön keresztül, nem tudom, hihetetlen. A színpadot. Nem lámpalázas típus? Nem. Jól sikerült? Jól volt, igen. Tanár úr? Nagyon. Én meg vagyok elégedve. Sergio, azt a mindenit, te egy komplett kis művész vagy. Nagyon jó stílusérzéked van. Tisztán szól ez a gyönyörű, szép hang, amit megfújsz. Hihetetlen mód le tudod magad nyugtatni, mert azért ehhez kell, ezekhez az ívekhez, meg futamokhoz. Gratulálok sok szeretettel, örülök, hogy megismerhettelek. Köszönöm szépen. Annyira jó volt, hogy már szinte ijesztő. Igen. De tényleg, nem azért, maradja el ezen az úton, de ezt nyugodtan érezd jól magad. Ezt egyszerűen csak élvezd. Köszönöm szépen. Nekem miközben játszottál, ami tényleg tökéletes volt, és egyfajta gyönyörű trombita hang, tehát nem az éneklő trombita, hanem az igazi trombita hang, a trombitának az eredeti hangja. Tehát miközben ezt hallottam, egyszer csak megjelent Georg Philipp Telemann, vagy Telemann, ahogy a németek mondják, és azt súgta a fülembe, hogy annyira tetszik nekem ez, András, hogy adj neki egy hegedűt. És én megfogadom a tanácsot.
szobába. Nagyon benne él a világában, de ő nála kijön. Tehát ő nagyon benne van, de mégis kisugározza a közönség felé. Hogy kiáll és hibátlanul eljátsza egy ilyen szép trombita hangot. Hihetetlenül stabil. Na, hogy érzed magad? Most két hangszerel is van. Meglepődtem, amikor mondta, hogy adjon nekem egy hegedűt is. Meglepődtem, hogy majd következő fordulóra is hegedűt tanuljak, de ennek még jobban örülök. Az első hegedű gyorsan gazdára talált. Batta András döntése alapján az olasz származású budaörsi trombitás Ligabue Sergio már biztosan ott lesz a kicsik elődöntőjében. Vajon ki lesz a következő, aki játékával elbűvöli az egyik zsűritagot? Baba Jelette Borbála vagyok, 13 éves, és Tökönön lakok. Teljesen jó érzés itt lakni, mert nagyon ki tudom magamat pihenni, hát hogyha van elég időm aludni, de ugye korai kerés miatt azért nem vagyok annyira kipihenve. Van 2 kutyánk, több tyúkunk és egy kicsit durvább kakas. Nagyon szeretek az állatoknak zenélni, közel állnak hozzám, és van olyan, amikor begyakorlom itt bent, és utána kimegyek, és apukámnak megmutatom, és akkor ugye az állatok nagy része meg lepihen rajta, úgy, mint az egyik kutyánk. Anyukám tenderirodán dolgozik, és ő süti számomra a világ legfinomabb palacsintáját. Kérlek egy Apukám gitározik, ő felnőtt korában tanult meg gitározni önszorgalomban. Bátyám zongorázik, szoktunk együtt zenélni. Azért választottam a szaxofont, mert megtetszett első hallásból azonnal a hangja, és úgy gondolom, hogy felnőtt koromban is ezzel szeretnék foglalkozni. Szervusz, nagy szeretettel köszöntünk. Gyönyörű hangszer van nálad. Milyen szaxofon ez? Melyik? Alt. Alt szaxofon. És mit fogsz játszani nekünk? Sájő, andante et allegro. És mióta tanulsz a szaxofonon? 5 éve. Izgulós vagy? Kicsit. Szokd meg ezt a stúdiót, szokd meg azt, hogy mi itten mind szeretünk. Erika ugyanolyan színűbe öltözött, igen, mint hát olyan boldog vagyok, hogy hozzád öltöztem, hogy ezt el sem hiszem. Gondolj arra, hogy mi mind kíváncsiak vagyunk rád, és nagyon nagy szeretettel várjuk, amit játszani fogsz. Vasárnap is írtam valamilyen előadás után, rángattam be, hogy még egy kicsit szakszofonozzunk. Thank you.
Szinte azt hittem már, hogy ez playbackről megy, annyira teljesen. Honnan? És akkor ugye nem látom, és így nem ülök itt előtted, akkor nem hittem volna el, ez ennyire stabilan és szuperül megy. Úgyhogy le a kalapval, tehát nagyon-nagyon szuper dolgot csinálsz. Köszönöm. Nagyon jó. Azért én nagyon kíváncsi lennék, amikor nem a szaxofonon játszol akkor, és nem tanulsz, akkor mit szoktál csinálni? Az iskola és a szaxofon mellett még járok kórusokba. Énekelsz? Az egyik a Magyar Állami Operaház gyermekkara. Én is oda jártam, úgyhogy szuper. Akkor jó, ezeken, tehát jó, az éneklés és a szaxofonon való játszás az, ami, ami a hobbidat kitölt. És mit szólnál egy hegedűhöz? Hát... Nekem annyira egy hegedű nem jön be, mint... Nem jön be? Egy szaxofon. Kapod bizony egy hegedűt. Ja. Az azt jelenti, hogy tovább jutott. Tovább jutott, és gratulálok. Borzongató volt, főleg a lírai rész, a kezdés, tehát onnantól kezdve, és én azonnal eldöntöttem, hogy neked adom ezt a hegedűt, ha szeretné, ha nem szeretné rajta játszani. Ez azt jelenti, képzeld el, hogy tovább jutottam, oké? Okay? Jó. Nem avattalak be benneteket. Nem, ez meglepetés volt, de megérdemelte a kislány. Rögtön kirázott a hideg, amikor elkezdte, és akkor eldöntöttem. És tök mindegy volt utána, hogy mit csinált. Opera. Jó volt. Kirázott a hideg. Mm-hmm. Jó, hát akkor kell odaadni. Na, mutasd azt a hegedűt. Melyiket szereted most jobban? Melyik hangszert? Kettő is van még, nálad. Még mindig a szaxofon, de ez is egy nagyon szép. Ahogyan Batta András, úgy a zsűri egyetlen hölgytagja Miklós Erika sem tartogatta sokáig hegedűjét. Kettő hegedű sorsa tehát már eldőlt. Három még a zsűrinél maradt. De vajon meddig? Jóni Eduard vagyok. 10 éves és Csíkszeredából jöttem. Tanárnéném és a testvérem kísérte. Magadnak bizonyítasz, akkor másnak is fogsz, az nagyon-nagyon jó lesz. Van, amikor jó testvérek vagyunk, és van, amikor nem. Tömbházban vagyunk, és mindig azon vitatkozunk, hogy ki gyakoroljon előbb, mert zavarjuk egymást. Szomszédok gyakran átjönnek hozzánk, hogy csitítsanak le minket. Hangosabb vagyunk. Nagyon szeretek zongorázni, mert szép hangja van, és elejétől már megtetszett kiskorom. Kisebb. Szívedből játsz, hogy el az a legfontosabb, jó? Jó. Megnyugszol, mélyeket lélegzel, nem fogsz nekem, nem vagy félkészülve, rendben? Én azért másabb vagyok, mint a többi gyerek. Az iskolában fegyelmezett vagyok, amikor vicces, van olyan is, amikor csak komoly vagyok, mert felmérő van, csak akkor muszáj komoly lenni. Ez attól függ, hogy milyen idő van. Szívedből is magadnak csináljad, jó? Légy szíves. Tűnik is vicc. Jó? Jóni Eduard vagyok, Csíkszeredából, 10 éves, és Jellenyi Pál szonátát fogom játszani. Hú, hát mindent elmondtál szinte, amit kérdezni akartam, úgyhogy kicsit zavarba is hoztam, most már alig tudok mit kérdezni. Csíkszereda, ami egy csodálatos hely, és nagyon messze van, és nagyon hideg, de gyönyörű. Ott hol tanulsz? Ott a Nagy István Művészeti Középiskolában. És hány éve zongorázol? Most van a negyedik éve. Na, de nem is húzom az időt akkor, mert már látom, hogy be vagy fűtve nagyon. Ugye, már szeretnél zongorázni is egy kicsit. Jó, parancsolj, hallgatunk. Mennyit gyakorol az a fiatalember? Ez 2 órát naponta. Igen? Ennyi van kiírva? Nem, ő csinálja, nem kell mondani neki, hogy gyakoroljon. Hmm.
gyors értékelés. Úgy látom, hogy megvan elégedve magából, hogy nincs gond, de tavaly kicsit sírva jött ki, hogy ez most... Igen, mosolyog. Kedves Eduard, ez igazi férfi munka volt, meg kell, hogy mondjam. Az első tételben nekem nagyon tetszett ez a felelgetés, ahogy a jobb kéz és a bal kéz egy komplett mondatokat alkottál, és ez, hogy tényleg ez a játék benne volt. Gratulálok, szuper kis fickó vagy. Köszönöm. Klasszikusból milyen zeneszerzőket szeretsz, vagy zongoradarabokat? Hát zeneszerzőből szeretem Liszt Ferencet, meg Chopint is szeretem. Jó társaság. Nagyon jó társaságban vagy. Jó. És amúgy jó gyerek vagy? Igen. Igen? És nem először vagy itt? Ugye? Már voltál virtuózokban? Igen, voltam tavaly is. Emlékszem én erre a kis pajkos, fegyelmezett, de pajkos szemekre. Örülök, hogy újra itt vagy. Gratulálok. Köszönöm. Gratulálok. Balkéz, mint egy cselló. Igen. Szólam volt, pontosan. És vezette, és független volt a két kéz egymástól. Ilyen itt 10 éves korban, őrületem. Állandóan ez a bajom, hogy a zongora nem hangszerszerűen szólal meg. Itt most megszólal. Kicsi bogár! Ügyes vagy. Szeretnék magának. Magyari Timót Kerkely vagyok, 12 éves, Kaposváron lakok. Kaposvár főterén van egy szobor, ahol a tótágast ábrázolják. Az a babona járja, hogyha azt a szobort megfogjuk, és 3-szor körbe megyünk, akkor szerencsénk lesz. Vidámnak tartom magam, és igazából nem érzem azt, hogy olyan lennék, mint az általános gyerekek. Minden nap egyik iskolából a másik iskolába megyek. Sziasztok! Van egy népi zenekar, a barátaimmal játszok ebbe a zenekarba. A legnagyobb testvérem a hegedű játszik, és ő is játszik a zenekarba. Van egy kvartett is, amiben én játszom. Ennek a tagjai már régóta szaxofonoznak, úgy, mint én. Én már 5 éve szaxofonozok, általában könnyű zenei darabokat játszunk. A zene nekem a mindenem, tehát hogy nem tudnék anélkül lenni. Hét éve néptáncolok. Mindent szeretek benne, a zenét is, amire táncolunk, a táncot is, és a közösséget is szeretem, és nagyon felüdítő, amikor táncolhatok. Szervusz! Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. Jól vagy? Igen. Én már, ahogy már bejöttél, már azon gondolkoztam, én veszek egy jegyet erre a koncertre. Ez melyik? Melyik szaxofon? Alt. Ez az alt. És mit fogsz rajta játszani? Ferrer Ferrán Bogira. Meghallgatjuk, és utána megbeszéljük. És a másik? Néptánc. Tényleg?
egyszer a pávában, egyszer a virtuózokban. Egy gyors vélemény. Együtt izgulok most Timóta minden hangjáért. Ha van örömzene és örömzenélés, akkor ezt te produkálod. És van egy hihetetlen képességed, hogy az első hangtól kezdve, sőt, még mielőtt elkezdtél játszani, már megteremtetted az atmoszférát. A zenei atmoszférát is, tehát azt a karaktert, azt az érzést. Látod, mindjárt leverem itt a mikrofont, annyira beleéltem magam. Igen, volt egy nagyon jó barátom, Vukán Györgynek hívták. Őneki volt egy híres mondás, hogy a zene odafönt van. Hát te fellátsz oda. Köszönöm szépen. Megkérdezhetem, hogy hány éves vagy? 12. 12? Hát akkor egy-két év, és akkor egy boldog ifjú hölgynek szerenádozhatsz. Irigyelném, az biztos. Gratulálok, sok szeretettel. Köszönöm. Röviden, összefoglalva, sztár vagy már köszönöm. Most. Ez a zongorista is hogy érte el? A szép lírai résznél. Tehát nem lehet, hogy önön menjen tovább. Nem, ügyes voltam. Nem izgultál nagyon? Nem, annyira nem izgultam. Cimis Alexander vagyok, 13 éves, és Ausztriából jöttem. Képzeljétek, kaptam egy új csellótokat karácsonyom, ez volt a vágyam. Ez az. Most megyek csellózni. Én kint Ausztriában tanulok csellózni az anyukámnál, Németh Évánál, aki karintiai zenekarban szóló csellista. Ez nagyon szigorú, mondjuk, hogy semmit nem enged meg, hogy rosszul játszunk, mert tudja, hogy mennyit tudok, és azt elvárja tőlem mindig. Ha egy picit lazában veszem én is a dolgot, abban a pillanatban azt mondja, anya, szeretném tudni komolyan, hogy volt, mi volt, tessék komolyan dolgozni velem, úgyhogy ő ezt elvárja. Nekem ez a verseny tavaly is nagyon tetszett, ugye tavaly lehangolódott a csellóm. Elhangolódott. Nyugodt a hangod, de előről eljátszódni. De most egy új csellóm van, az is új. És gondoltam, még egyszer megpróbálom. Azt akarom egyébként átadni az embereknek, hogy érezzék ők is, hogy ez milyen szép darab. Szomorú is, meg vidám is. Hogyha boldog vagyok, akkor sokkal jobban megy a játék. Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, szép a csellód. Mi szél hozott Monca erre? Mondd el szépen, mi a neved? Alexander Simics, Karintiából jöttem, Ausztriából, és Felix Mendelssohn dalszöveg nélkül fogok játszani. Valami rémlik, mintha mi már találkoztunk volna, ugye? Igen, tavaly. Miért gondoltad, hogy még egyszer indulsz a Virtuózok műsorban? Hát mert tavaly nagyon érdekelt, és gondoltam, még egyszer megpróbálom. Hát minket meg az érdekelne, hogy akkor ezt a gyönyörű darabot hogy fogod eljátszani, jó? Élvezd ki! Thank you.
Tavaly akkora élmény volt neki, hogy onnantól fogva tényleg hihetetlen sokat elkezdett gyakorolni, azóta csak az ere érdekli. Hihetetlen. Hát, Alexander, nagyon büszke vagyok, megvédted a cselló becsületét. És úgy, hogy ráadásul most először hallunk csellót, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon jól áll neked ez a hangszer, még akkor is egy picit még nagy, de ne foglalkozz vele, mert hozzá fogsz nőni. Ilyen vibrátót és tónust nagyon rég hallottam, főleg ennyi idős korban. Én nem tudok sok mindent hozzáfőzni, ez az igazság, meg vagyok illetődve. Én hozzá szeretnék főzni, mert ezt te úgysem mondanád el, itt ültem mellette, nem mertem ránézni, csak volt egy olyan sóhaj, ami annyira jó volt, tehát így majdnem elsírtam magam, hogy így sóhajtott fel. Yeah. Így volt. Yeah. Nagyon-nagyon szeretem ezt a cselló hangot, ezt a tónust. A zsűrit láthatóan egészen elvarázsolta a visszatérő Simics Alexander játéka. Az értékelés közben valami olyan dolog történt, ami eddig még nem fordult elő a virtuózok adásaiban. Mutasd meg, hogy melyik a fogólap a hangszeren. Miközben Kesselyák Gergely véleményezte a fiú produkcióját, Várdai István cselló művész egyszer csak felállt és kisétált a stúdióból. Csupán hosszú másodpercek múlva derült ki, hogy miért is tett így. István egy általa használt csellóval tért vissza, melyből összesen 65 darab létezik a világon. Ezzel a váratlan pillanattal végül a virtuózok egyik legszebb jelenete kezdődött el. Mert ez egy Stradivari. Igen, jól hallották. A 13 éves Simics Alexander egy felbecsülhetetlen értékű 1673-ban készült Stradivari cselló muzsikálhat. Tudod, ki volt Jacqueline Dupré? Persze. Van egy felvétel vele, ahol ezt a darabot, amit játszottad, ezt a darabot játsza ezen a csellón. Tényleg? Elejét egy picit megpróbálod? Alexander végül nem csak kipróbálta a hangszert, hanem újra lejátszotta rajta a teljes darabot.
másik vonós hangszer. Köszönöm. Vissza, hogy megrikasson, azt tudti. Ez nagy élmény volt. Egy bajom volt vele, hogy Pisti adta oda a hegedűt. Én akartam volna. Jancsi is akart. Tudod, hogy rá voltam már. Nem, de hát ez így az egész. Pista hegedűt is, meg csellót is adott. Nem volt az. Igen, igen. Te most multifunkcionális szerepet töltöttél be. Igen. Na mesélj, milyen volt egy Stradivárin játszani? Nagyon jó volt. Gondoltad volna, hogy a kétszer is játszani fogsz a színpadon? Egyszer készültem. Egyszer készült életen, kettő lett belőle, sőt, még egy harmadik hangszer is a kezedben van. Találkozunk az elődöntőben. Persze nem csak Simics Alexander dupla produkciójában voltak pillanatok, melyek többé-kevésbé zavarba hozták a zsűritagokat. A szakembereknek sokszor kellett keresniük a szavakat a színpadra lépő gyermekeket hallgatva. Nagyon aranyosan játszottál, és tisztán, szépen. Mennyit foglalkozol egy nap a hangszerrel? 2-3 órát gyakorlok. Azt a mindenit. De akkor így nagyon lehet is haladni. Azt hiszem, most az a folyamat következik az életedben, amikor kotta mögé kellene egy kicsit nézni, bizonyos ritmusokat még inkább magadévá tenni, és egy kicsit átitatni a személyiségeddel, ami neked nagyon erős. Nagyon jó volt igazából. Azt hittem, hogy nagyon fogok izgulni, de nagyon, nagyon kellemes volt itt játszani. Küldtük a pozitív energiákat neked. Ne veszítsd el azt, hogy mindig akarjál így mondani nekünk valamit a zenéddel. Sok mindent nem tud még, viszont amit tud, az feljogosítja arra, hogy azt, amit nem tud, azt meg fogja szerezni. Rövid volt, de velős. Ugyanakkor kicsi a bors, de erős. Ahogyan a tavalyi évad során, úgy idén is rendelkezésükre áll az ingyenesen letölthető Virtuózok applikáció. Ezen keresztül mindent megtudhatnak Magyarország egyetlen komoly zenei tehetségkutató műsoráról. De is látogassanak el Facebook oldalunkra, extra tartalmakért. Találkozunk ott is. A verseny győztese természetesen nem csak fantasztikus élményekkel térhet haza, hanem komoly nyereményekkel is. Mutatjuk, melyek ezek. A fődíjat az Erste Bank a Virtuózok pénzügyi mentora biztosítja. A közönség által megszavazott fődíjas egy éven át havi bruttó 1 millió forintot, a két korcsoport győztes egy éven át havi bruttó 500 ezer forintot nyer. Az Armel Opera Fesztivál a két korcsoport nyertese számára koncertfellépési lehetőséget biztosít Londonban, a London Mozart Players kíséretével és Berlinben, a Berlin Philharmonia koncerttermében. A győztes pedig felléphet a New York-i Carnegie Hallban. Armel Opera Fesztivál. A Virtuózok nemzetközi útja. A tehetségek koncertjeik helyszínére a Neckermann utazási irodákkal utaznak. Most egy rövid szünet következik, de pillanatokon belül jövünk vissza. Érdemes lesz velünk tartani. Tudod, ki vagy te, kisfiam? Te a Jóistennek a nagykövete vagy. Komoly virtuózitás, nagyon szimpatikus egyéniség, együtt lélegzés a zenével, szép hang. Mit mondjak még? Ó,
egészen fantasztikusan kezeled a hangszert. Szerintem egy Isten áldotta tehetség vagy. Lehibáztam egyszer. Nem hibáztál! Dehogy hibáztál! Nem hibáztál! Összefoglalva, sztár vagy. Nekem annyira egy hegedű nem jön be. Nem jön be! Próbáld ki! Mert ez egy Stradivari. Köszönjük újra Önöket! Ez itt a Virtuózok második része. Magyarország egyetlen komoly zenei tehetségkutató műsorának harmadik évada a múlt héten startolt a Tinik válogatójával. Ma pedig a legkisebbek lépnek színpadra. Nem is szaporítom tovább a szót, tapsoljunk a következő versenyzőnek! Ungvárvárosban, Kárpátalján élek. Ez Ukrajnában van. Hát a város... Vannak sok szép részei, meg nem szépek is vannak. Nem nagyon nagy város, na van egy folyó, néhány híd. Igen. Ez az én zeneiskolám. Én itt tanulok ütőhangszereken játszani. Ez az épület azért érdekes, mert itt megszállt 1847-ben Petőfi Sándor. Én tanulok ütőhangszereken, mindenféléken. És a tanárom, ez Kohán Volodimir. Jó napot kívánok! Szia már! Nekem nagyon tetszik, hogy tanít. Egy, két, hát, négy. És megyünk második voltára, jó? Én nagyon szeretem anyut. Szia, anyu! Szia, Márkita! Csinál nekem mindig enni, ha én kérek. Mindig örömet nekem hoz. Apám is nekem mindig örömet hoz. Nekem még azt teszik apuba, hogy ő nagyon szereti hallgatni zenét. Hogy például minden reggel be van kapcsolva a zene. Itt zenél apukám, megyük megnézzük. Apám játszik mindenféle kávézókba, gitáron, énekel. A versenytől mindenféle élményeket várok. Várok először kimenni egy olyan színpadra, ahol nagyon-nagyon sok ember van, és néz engemet. Szia, szia! Cuki, cuki! Hogy hívnak? Mesélj egy kicsit. Kacsuk Mártinnak hívnak. Kárpátaljáról, Ungvárból jöttem. Ott is van már. Jó, de milyen aranyos. És mi fogsz nekünk játszani? Ott van a hátad mögött egy nagyon nagy hangszer. Az a neve, hogy marimba. És mióta marimbázol? 4,5 éve. Szuper. És mit fogsz nekünk játszani? Török indulót, Mozarttól. Akkor ez egy átirat, mert ő zongorára írta. Na de várjál, hát a zongorán 88 billentyű van. Neked hány lehetőséged van? Hát én nem számoltam. Nem számoltam. Helyes, nem is kell. Hát akkor ezek után már csak játsszál nekünk egy szépet.
Nálam a továron a hangszer egy kicsit kisebb billentyűkkel van, azért, mert az egy kicsit más hangszer, xilofonnak nevezik azt a hangszert. Én biztos azért lehibáztam egyszer. Nem hibáztál! Te ott hibáztál! Nem hibáztál! Hát más hangszeren játszik otthon. Keskenyebbek egy kicsit ezek a billentyűk, vagy amit... Mondok neked egy történetet. Én karmester vagyok, és a karmester tanár bácsim, ő egyszer egy külföldi, világhírű zongora művésszel koncertezett. És a hangversenyen elrontott valamit, de nem úgy, mint te. Te rettenetes ügyesen visszataláltál. A világhírű zongora művész nem talált vissza. Tudod, mit csinált? Fölállt. Oda ment az én tanáromhoz, a karmesterhez. Belenézett a partitúrájára. Azt mondta, hogy aha. Majd visszament a zongorához, visszaült és folytatta. Pedig ő neki ugyanakkora volt a klaviatúrája, mint otthon. Ezzel egyáltalán ne törődj, fantasztikusat játszottál egyébként. Marimbán van lehetősége gyakorolni? Csak ha megveszem, csak akkor lesz lehetőség. Értem. És zeneiskolában? Zeneiskolában ott is xilofon van. Ott is xilofon van, nincs marimba. Akkor ezt fölírtuk. Hát, ha esetleg az ungvári zeneiskolába szerzünk valahogy egy marimbát. Köszönöm. Mekkora figura, nem? Ez óriási. Na, szia, Márti. Nagyon ügyes voltam. Nagyon ügyes voltál, angyalom. Szia, Márti. Gyere, nagyon ügyes voltál. Persze. Hát gratulálok neked, nagyon-nagyon ügyesen visszataláltál a zenéhez. Hogyan érezted ott akkor? Mi történt? De leverődött a kezem. Összekuszálódtak a dolgok? Igen. De aztán? Aztán visszajöttem. Az idei már a harmadik évada a Virtuózoknak, így nem meglepő, hogy több ismerős arcot is felfedezhettünk a stúdióban. Szia, örülünk, hogy itt vagy. Semmi más dolgod nincs, csak játsz gyönyörűen, jó? Azt az igényt, azt a zene iránti igényt, amit szeretnél hallani előre, és azt a sok-sok finom árnyalatot, finom lelki rezdülést, amit mind-mind egy pillanatban szeretnél elmondani a zongorán, azt nem lehet megtanulni, és ez neked már most megvan. Nagyon örülj ennek a kincsnek. A Kicsik mezőnyében felvonuló gyerekek magas színvonalú produkciói sokszor lepték meg a zsűri tagokat. Legfőképp Várdai Istvánt és Balázs Jánost, akik idén csatlakoztak Miklós Erikához, Batta Andráshoz és Keselyák Gergelyhez. A végén olyan tempót diktáltál azért, hogy Michael Flatley is lihegne ott a nyakadba. Abszolút. Adrenalin cocktail. Adrenalin. Kinyílt a szemem. Nagyon-nagyon aranyosan játszol, és élmény volt. A gyors rész, ott pedig hát majdnem táncra perdült itt az egész zsűri. Van egy nagy adag szeretet benned a hegedű felé, és van egy biztos alapod is már, amire építkezhetsz. Szerintem ti nagyon jó barátok vagytok a hegedűvel, és ez maradjon is így. Minden egyes perc, amit a hangszereddel töltesz, aranyat ér szerintem. Annyira kerek és kész az egész produkció, hogy borzasztó nehéz dolgunk van. Ezen a szinten most, amint te vagy, te most ott vagy a toppon. Másfél éves tanulás után egyszer nem lehet jobban oboázni. Thank you.
nagyon lenyűgözött, és tudom, hogy ezek igazán nehéz hangszerek, fizikailag nehéz hangszerek, de nem látszódott rajta, és ez a lényeg. Az ilyen tagokból lesz világhírű egy zenekar. Abu Zahra Amira vagyok, és 11 éves, és Németországból jöttem. Én 4,5 évesen kezdtem el hegedülni. Nekem nagyon sokat jelent a zene. Az egész családom zenész, és én úgy nőttem fel, hogy minden mindig zene volt. Nagyon jó volt az utolsó virtuózokban is szerepelni, és nagyon sok új barátom lett, és együtt muzsikáltunk, és azért most még egyszer jelentkeztem. Az iskolában van egy akrobatika csoport, és ott mindenféléket csinálunk, és nagyon szeretem az akrobatikát. Ide nézd, mit hoztam neked. Jaj! Illetve neked? Durog! Nagyon jó megint itt lenni. Nagyon jó velem újra találkozni. Igen. Mariam, te viszont nem jelentkeztél nem, most. Miért? Mert én nem szeretnék az Amira ellen játszani. Ja persze, mert hogy egy korcsoportban vagytok. Igen. Miért jó Magyarországra jönni? Mert itt van az egész magyar család. És mi van itt még? Ja, a túrok. Édes drága Amira, nem is tudod, vagy ki tudod elképzelni, hogy mennyire örülök, hogy újra itt üdvözölhetlek a virtuózok színpadán. Múltkori szériában én Amirának adtam a hegedűmet, és ha lenne most hegedűm, biztos még anélkül, hogy játszottál is valamit neked adnám, mert már ez a bejövetel mindent megért. Mi vitt rá, hogy még egyszer indulj a virtuózokban? Hát nagyon jó volt az utolsó virtuózokba itt játszani, és majd szeretnék a Carnegie Hallba is játszani. Hát ez egy nagyon klassz cél. Mit fogsz játszani? Én most a De Falla spanyol táncát. És édesanyád kísér, ugye? Igen. Szerencsésebb eset. De mikor kicsik volt, akkor is azt mondta a tanárnőjét, meg már ment az anyjának is, hogy majd én izgulok, te csak játszál. Kész művész vagy, ilyen érett hegedű hangot, ilyen érett hegedülést és muzsikálást nagyon rég hallottam. Nem is találok szavakat, átadom a többieknek. Bravo. Köszönöm szépen. Amira drága,
egészen fantasztikusan kezeled a hangszert. Szerintem egy Isten áldotta tehetség vagy, úgyhogy én most megajándékozlak téged egy hegedűvel. Gratulálok. Az ilyenre mondják, hogy sztereotípia, meg sokszor elmondjuk, de az ilyen pillanatokért érdemes élni. Igen, igen. Az ilyen pillanatokért érdemes hinni ebben a szakmában, teret adni ennek a szakmának. Fantasztikus, fantasztikus. Hm? Ábuzer Ámira mostantól már két kis hegedűt rakhat ki otthon a polcra. Tavaly is így jutott a kicsik korosztályának elődöntőjébe. Négy zsűritag odaadta a biztos továbbjutást jelentő hegedűt. Már csak Kesaják Gergelynek van lehetősége arra, hogy valakit közvetlenül a produkciója után juttasson tovább. Remenyik Balázs vagyok, 12 éves, és Komlóra jöttem, viszont a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában tanulok. Zongorán játszom, mert nekem ez a kedvenc hangszerem. Minden este ment az esti mese, és előtte a maci. Anyukám és apukám kísért el ide. Egyke vagyok, néha eszembe jut, hogy jó lenne egy testvér. A maci mutatta be, hogy hogyan viselkedik egy jó kisfiú esténként. Közeleg a pályaválasztás, ugye ilyen hetedikes vagyok, és hát a továbbtanulásban számítana, hogy itt milyen eredményeket érek el, és akkor el tudnám dönteni, hogy zenei pályára megyek, vagy pedig másra. De azért jobb lenne, ha zenész lennék. Jó estét kívánok! Szervusz! És mit hoztál nekünk, mit játszol? Edvard Grieg-től a Költő szívét. Nagyon jó. Akkor játssz egy jót. Szerint mi nem nagyon értünk a zenéhez, és ez az ő munkájának az eredmény, hogy ideig el tudott jutni. Hallgató számára egy hangszerestől, énekestől a legfontosabb, egyik legfontosabb elem az, hogy az időzítése milyen egy-egy hangnak. Ez szinte tökéletes volt számomra legalábbis a te előadásodban. Olyan volt, mintha egy nagyon finom, érzékeny lelkű költőnek a versét hallottam volna. És ami még a harmadik dolog, ami nagyon tetszett, hogy olyan színű a kis csokornyakendő, mint a szemed, olyan acélkék. Gratulálok, sok szeretettel. Köszönöm szépen! Pozitívumot kiemelnék, hogy egy telt zongora hangzás, ami ilyen fiataloknál, ennyire fiataloknál nem jellemző, hogy van egy felülete a zongorázásod. Ezt nehezen tudom megfogalmazni, egy hangzás felület,
ami olyan jó telivér hangzást eredményez. Gratulálok! Köszönöm szépen! Kár, hogy ilyen rövid darabot játszott, én még úgy hallgattam volna. Annyira jó, hogy az ember már még többet várna. Igen. Részt is gratulálok. Köszönöm szépen. Mennyire nyugodtál most már meg? Nagyon. Nagyon? Igen, megnyugodtam most. Teljesen. Akkor most gondold el azt, hogy mit szeretnél most a legjobban? Tovább jutni. Ez egy elég rövid és felős válasz. Hogy értékeled a saját produkciódat? Szerintem jól volt. Úgy teljesítettem, ahogy tudtam. Úgy hívják, hogy Teo Gertlen, 8 éves vagyok, majdnem 9. Élek Pozsonyba, ami nagyon szép hely. Nagyon szeretek sétálni a Pozsonyi vár körül. Ott sokszor voltam, mert az olyan intelligens vár, olyan szimmetrikus, amit szeretem, a szimmetriát. A gördeszkázást nagyon szeretem, mert nagyon érdekel engem, hogy hogyan forog a gördeszka. Gyere, haza kell mennünk. Szia! Szia! Gyere, gyere, gyere! Nem! Hideg van. Anyu! Gyere, nagyon sokáig voltál. Apám szlovák, nagyon jó a matematikában dolgozik. Azért voltam a matematika olimpián, és ott 64 gyerek volt, és mindenki 13 éves volt, és én csak 8, és voltam 13. Nagyon szeretem a Hegedűt azért, mert nagyon sok érdekel. Például, hogyha a vonóval megyek, akkor miért megy, és ha normális pálcával, akkor miért nem megy. Hogyha nagy leszek, akkor hegedűművész akarok lenni, hegedű komponálni is akarom, és orvos is akarok lenni, szívorvos. Hegedűs nagyon jól tud operálni, mert neki már van a ujjabban, nem hogy így most megyek kivenni így a szívet, és gyorsan. Szia! Hány éves vagy? Hadd kezdjük ezzel. Hány éves vagy te? Hát 8 éves. 8 éves! Mióta tanulsz hangszeren? Mióta hegedülsz? 4 éves korában elkezdtem. Nagyon-nagyon jó. Mit fogsz nekünk játszani? Dankla premier szólót. És már alig várod, hogy befejezzem. Igen. És elkezdhessd. Hajrá! Teljesen. Hozza a formáját, ugye? Igen, teljesen. Jó. Ezt a szakaszt szereti. Hozta a formáját. Hozta. Tudod, ki vagy te, kisfiam?
Te a Jóistennek a nagykövete vagy, egy földre szállt angyal, aki köszönöm. Azért szállt le hozzánk, hogy a muzsikával meggyógyítsa a mi beteg lelkünket. Egy Isten áldása köszönöm. Vagy. Nem tudom, csak ilyen földhöz ragadt kérdéseket tudok föltenni ezek után, hogy kinél tanulsz, és hogyan, mennyit gyakorolsz, és honnan tudod ezt, amit tudsz? Tanulok Ácsné Szilvivana, és nagyon sok energiám van, és ezt nagyon szeretem, mert a játszásban is kell, hogy sok energia legyen, és nekem van. És egész nap és állandóan gyakorolsz? Hát nem állandóan, de olyan 3 órát igen. Hát kedves zsűri, én nem csak a vonót tudom beosztani. Mekkora ez a hegedű? Ez feles hegedű. Egy picit még nagy, szerintem, de tudunk rajta segíteni. Fantasztikus. Ez a csoda, ez az abszolút csoda gyerek, csoda kategória. Ezt ti jobban tudjátok szerintem, lehet, hogy 4 év alatt így megtanulni hegedülni bármilyen korban. Nem lehet. Persze. Igen. Hát megvan az álmod, hát gratulálom. Keselyák Gergely csodálatát a Pozsonyból érkezett kisfiú vívta ki. Neki adta a hegedűjét. Így 5 tehetségnek már nem kell tovább izgulnia. Ők már biztosan ott lesznek az elődöntőben. Hogyha egyetlen lehet mondani, hogy van szabad időm. Rajzolok, olvasok, vagy sportolok. Tehát futás, lovaglás, minden jöhet. Na, Udvar, hogy akkor most lovagolunk egy jót. Egészen kicsi koromtól kezdve lovagolok. Óvis voltam, amikor elmentem egy lovastáborba. Ott szerettem meg igazán a lovakat. Ez az lamba, nagyon jó. Jobb, mint tegnap. Ügyes voltál. Köszi. Karesz, otthon vár, mehetünk. Karesz, szív! Mind a ketten gondozzuk. Szív, te! Valamikor én viszem le sétálni, valamikor anya. És ugyanígy van ez az etetésnél. Tamtam, kérsz egy almát? Aha. Karesz, léci, siess. Én is sietek. Ahogy sikerül, úgy megyek be a zenéskolába, és benn vagyok zállásig, azaz 8-9-ig. Berögtes már ember! Én javasoltam Blankának, hogy jelentkezzen a Virtuózokba, mert én már ezt megtapasztaltam, és szerintem nagyon jó dolog is, és azt akartam, hogy ő is kipróbálja. Jó leszel! Jó napot kívánok! Hát szia! Így kell megérkezni a színpadra. Mosolyogva, csinosan, gyönyörűen. Akkor már csak egy nevet kérnénk szépen. Tudlanka vagyok. Mit fogsz nekünk játszani? Wilhelm Poptól játszom egy darabot, a címe Orosz cigánydal. És hány éves vagy? 12 éves vagyok. Szuper! Örömmel hallgatjuk a zenédet. Hogy állunk? Jól, szerintem jól. Úgy, Nóri? Nagyon. Na és az a többi tantárgy?
Nincsenek hiányosságok, azt mondhatnám, hogy én vagyok az abszolút büszke anyuka. Komoly virtuózitás, nagyon szimpatikus egyéniség, együtt lélegzés a zenével, szép hang. Mit mondjak még? Csupa jó. Játékos, így van. Átadom a szót nektek. Tényleg, nagyon temperamentumos, és kimered adni magadból, és ez nagyon-nagyon szimpatikus. Sem tudom, hogy nem a szerkesztőktől nem lehet-e kölcsön kérni még egy hegedűt, nincsen más. Lenne, odaadnám. Nagyon-nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Ez jó, jár. Hát ennél nagyobb pozitív. Igen, hát, hogy a hegedűben megérdemelne, akkor ez szerintem jó lesz. Megyek elé. Szerintem ide rajzoljunk egy hegedűt neki, hogy fúvó lehet. Igen. Készült meg. A kicsik korosztálya nagyon magas színvonalú versenyen lepte meg a zsűri tagjait. A napot egy szokottnál is hosszabb vitákkal tarkított megbeszélés zárta. Korai, tehetséges. Inkább negatív? Készprodukció volt. Igen, négy helyünk van megint csak. Mondjuk azt, hogy mindannyiunknak ki volt az, aki ebből a sorból. Maradjon. Nagyon, szuper kisugárzás. Döntenünk kell. Kiválasztásra került az a négy gyerek, akiket újra szeretnének a virtuózok színpadán látni. Nehéz a. Zsűri sorsa. Igen, Blanka. Üdv újra itt. Na, mit érzel a szíved legmélyén? Izgulok. Gyere, akkor foglalj helyet. A tehetségeknek videóüzenetet készítettek a zsűritagok. Kedves Blanka, hát nyilván te is tudod, hogy sok fuvolás indult a virtuózoknak ebben a fordulójában az idén. Mi a te játékodat is örömmel hallgattuk. Hát aztán sokat tanakodtunk, hogy most vajon e közül a sok fuvolista közül ki fog tovább jutni. És úgy döntöttünk, hogy te vagy az, aki a következő fordulóban újra játszhatsz előttünk. Mások Skype-on keresztül értesültek a döntésről. Szia, Eduard! Szeretettel köszöntök mindenkit. Szia! Egy rendkívül tehetséges ifjú pianista vagy. A zsűriben azt éreztük, hogy sok minden van még benned, amit nem sikerült igazán kifejezned. Úgyhogy éppen ezért úgy döntött a zsűri, hogy tovább jutsz az elődöntőbe, hogy meg tud mutatni mindezt. Ígérnek, hogy mindent meg fogsz azért tenni, hogy ez jól sikerüljön. Nagyon szépen köszönjük. Hát nagyon örülünk és drukkolunk neked. Sziasztok, minden jót kívánok. Volt, akinek a virtuózok busza vitte a hírt. Szia, Timót! Jó napot kívánok! Drága művész úr! A virtuózok buszra, hogyha fölmész, ott találsz egy üzenetet, és megtudod, hogy tovább jutottál-e vagy nem. Oké. Kedves Timót! Az végül is nem derült ki a játékodból, hogy ki ez a Bagheera. Minden esetre ez a Bagheera kompozíció stílusával, műfajával meglehetősen heves vitákat váltott ki a zsűrin belül. Nem férhet viszont kétség a te előadásod hitelességéhez. Tovább jutottál. Aztán... Hát ez az... Most ez komoly. Szia, Balázs! Jó napot kívánok! Felkészültél? Igen. Vajon. Kedves Balázs, nagyon tetszett az előadásmódodban az a szenvedélyesség, amellyel meg tudtad mutatni a lelkedben rejlő zenét. Ugyanakkor sajnos a produkciód nagyon rövid volt, és ez hiányérzetet okozott a zsűriben. De hogy ne gyötörjön minket a hiányérzet, várunk vissza a következő fordulóba téged. Sikerült, tovább jutottam. Gratulálok! Jó,
A kárpátaljai Ungváron élőt Kacsuk Martint Koltai Anna látogatta meg a zeneiskolában. Szia, Martin! Jön, hogy kívánok. Örülök, hogy újra látlak. Én is. Hogy vagy? Jó. Mindjárt. No, hát akkor, ha készen állsz, akkor én hoztam neked valamit. Gyere, menj be a Petőfi terembe, csücsönj le a zongorához. Kedves Martin, ahogy beléptél közénk a virtuózok színpadára, igazán lenyűgöző volt. Mindenkinek mosolyt csaltál az arcára, viszont hátrányból indultál, mivel ahogy mondtad, otthon Ungváron egy xilofonon tudsz gyakorolni, ami méreteiben teljesen más, mint egy marimba. Ezért elhatároztuk azt, hogy az ungvári zeneiskolád rendelkezésére fogunk bocsátani egy marimbát. Sajnos most itt neked a verseny véget ért, de fogd fel ezt úgy, mint egy új kezdetet, és ne úgy, mint valaminek a végét. Na Martin, mik a hírek? Nagyon jók a hírek. Na mesélj, mi történt? Olyan dolog történt, persze nem mentem tovább, de az iskola fog kapni egy marimbát. Azt a mindenit! Már több éves álmom, hogy az iskola számára kéne egy marimbát vásárolni, de ez nekünk megfizethetetlen egyenlőre. És most így, hogy megkapjuk a marimbát, Martin tehetsége nekünk meghozza ezt a gyönyörű hangszert. Hát ez fantasztikus. A Kicsik adásában hegedűt kapott, és ezáltal azonnal továbbjutott a csellós Simics Alexander, a szaxofonos Babai Aletta Borbála, a trombitán játszó Ligabue Sergio, a tavalyi szereplése után idén is visszatérő Abuzara Amira, valamint a teljes mezőny legfiatalabb versenyzője, a pozsonyi Theo Gertler. A zsűritagok úgy döntöttek, hogy rajtuk kívül még Magyari Timót szaxofonos, a zongorán játszó Ioni Eduard és Remenyik Balázs, valamint a fuvolás Tóth Blanka is ott lehet az elődöntőben. Kedves nézőink, a döntés komoly mérlegelés után megszületett, végleg eldőlt ki az a 9 versenyző, aki az elődöntőben kamarazenekari kísérettel lép a virtuózok színpadára. A virtuózokban való részvétel során nem csak szakmai elismerésben részesülhetnek a fiatal komoly zenészek, hanem értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak. Hogy mik ezek, azt most mutatjuk. A fődíjat az Erste Bank a Virtuózok pénzügyi mentora biztosítja. A közönség által megszavazott fődíjas egy éven át havi bruttó 1 millió forintot, a két korcsoport győztes egy éven át havi bruttó 500 ezer forintot nyer. Az Armel Opera Fesztivál a két korcsoport nyertese számára koncertfellépési lehetőséget biztosít Londonban, a London Mozart Players kíséretével és Berlinben, a Berlin Philharmonia koncerttermében. A győztes pedig felléphet a New Yorki Carnegie Hallban. Armel Opera Fesztivál. A virtuózok nemzetközi útja. A tehetségek koncertjeik helyszínére a Neckermann utazási irodákkal utaznak. Töltsék le a virtuózok ingyenes applikációját, ezzel például szavazhatnak majd a döntőben. Egy hét múlva a legnagyobbak jönnek hozzánk bámulatos tehetségekkel. Óriási élmény volt látni és hallani ezeket a gyerekeket. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra! Egyetlen egy mondat, annyit szeretnék mondani, hogy megérintetted a lelkemet, és köszönöm szépen az elmélet. De számból vetted ki a szót kezemből a hegedűt. Igen. Szájtátva hallgattam. Szóval itt kezdődik a produkció, itt kezdődik a minőség, itt kezdődik az, hogy elkezdünk a zenéről beszélni, miről szól a zene, miért csináljuk. Tényleg nagyon funky volt az egész. Minden adás folyamnak vannak kiemelten emlékezetes pillanatai, ez egészen biztos, hogy ennek az adás folyamatnak ez egy nagyon-nagyon kiemelt lelki pillanata. Végül is ez a legnagyobb bizonyíték, hogy a lelkünkkel zenélünk. Szofia, köszi. Nagyon köszönöm. Én köszönöm, hogy itt lehetek.